estét kívánok, szervusztok! Utaini Orosz Réka, és nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Nagyon izgalmas volt a téma, és a téma választás. Egy összefoglalónak lehetnek a szem és fültanúja, kedves hallgatók, mert az embereknek nem vegytisztán egy konfliktusuk van, hanem nagyon sok mindent megélünk, nagyon sok olyan helyzetet meg tudunk tapasztalni, amelyben azt éljük meg, hogy nem ez a mi útunk, nem mi úton járunk. Néha az egyik állapotból, egyik érzelmi állapotból, hullámból csúszunk a másikba, és igen, gyakran azt éljük meg, hogy tévúton járunk. Hogy a biológiánk hogyan fogalmazza meg, hogyan reagálja, hogyan képezi le a tévúton járásnak a helyzeteit, ez a mi saját megélésünktől függ, de magát az alaphelyzetet fogjuk ma körbejárni, és meglátjuk az első biológiai természettörvénynek a függvényében azt, hogy az egyetlen valóságos saját megélésem. Hogy ezt a tévutat, ezt a bolyongást milyen módon fordítom le, milyen szinten tapasztalom meg ennek a testi tüneteit, az attól függ, hogy az adott pillanatban mire asszociáltam. A maga témaválasztás is nagyon különleges volt, mert egy kellemes nyáresti beszélgetésnek a következménye lett, és remélem, Kereszt, nem haragszol meg, hogy ilyen műhelytitkokat is elárulok, remélem, hogy nem bánod ezt. Nem bánod ezt. Nagyon sokat gondolkodom azon, hogy hogyan tudnánk adni a kedves hallgatóinknak a keddi és a szerdai szolgálaton túl, hogyan tudnánk rávilágítani arra, hogy hol vannak a buktatók, hol vannak azok a pontok, amelyek folyamatosan arra a következtetésre visznek, vagy térítenek bennünket, hogy valami nem jó, valami nem működik, valami nem a megfelelő útján, nem a saját medrében zajlik. Szóval tévúton járok sokszor, azt hiszem, hogy ez mindenki fejében felmerül, főleg akkor, amikor egy diagnózissal találkozik, mert ilyenkor elgondolkodunk azon, hogy mit nem csinálunk jól az életben, mi az, ami miatt ilyen helyzetbe kerültünk. És ez az elgondolkodás, ez a rossz úton járok, amikor keresem a megoldást például a betegségemre, ez nagyon gyakran felüti a fejét. De hogy mindez hogyan jelenik meg a biológiákban, illetve a bolyongásnak milyen biológiai programjai, tünetei lehetnek, erről ki más beszélhetne hitelesebb, mint kedvenc előadom. A másik szobából Dr. Budai László Károly vagy Kereszt. Szeretnélek arra kérni, Kereszt, hogy úgy mondd el, úgy add át az információt, mint hogyha vadonatúj, friss fülekre találna az info. Biztos vannak közöttünk olyanok is, akik most vannak itt először, hogy ők értsék, hogy mit is jelent a bolyongás biológiai tüneteken túl. Köszönöm a figyelmet, Kereszt, tiéd a szó. Én nagyon-nagyon köszönöm Rékának ezt a bevezetőt, mert pontosan rámutattál azokra a kérdésekre, amelyeket egyetlen szóval úgy tudok összefoglalni, hogy bolyongás. És ugye, ahogy ezt Réka is utalt rá, ez az előadás első része, a második részét holnap szerdán a Réka webkonferenciáján lehet meghallgatni, tehát lesz ennek folytatása. Én most a biológiai következményeket szeretném megoldani, illetve ezeket szeretném összefoglalni, mert ugye tudjuk jól, hogy minél intelligensebbek vagyunk, annál tökéletesebben tesszük tönkre a biológiai testünket, és azok a megélések, amelyek minket elkapnak, amikor tévúton járok, azért az egy nagyon összetett dolog. És ebből adódik majd, hogy nem találom a konfliktusom, és azt hiszem, hogy hát én ilyet nem éltem meg, pedig el kell mondjam, hogy ez a táblázat itt a hátamnál, ez hajszálpontos választ ad mindig, minden megélésünkre. Tehát a biológiánk csak úgy magától, unalmában nem betegszik meg. A bolyongás biológiai programjai előadás tehát abból a célból született, hogy felismerjük, hogy mennyire összetett a mi érzésvilágunk, mennyire sokféleképpen tudunk egy bizonyos helyzetre reagálni. Ugye minden lényeget akkor fogunk megérteni, ha Hamer doktor üzenetét komolyan vesszük, ami úgy szól, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Kérem szépen, nem elegendő a józan ész. Lenyűgöző a germán gyógytudománynak a logikája. Lenyűgöző az, hogy amikor egyes dolgokról hallunk vagy olvasunk, rádöbbenünk, hogy te jó ég, ez nálam is így történt. Viszont ha nem oldom föl érzelmileg mindazt, amit érzelmileg elindítottam, akkor semmi, de semmi nem fog változni. Hamer doktor életéről, munkásságáról egy külön előadásban lehet tájékozódni. Most röviden foglalom össze a legfontosabb információkat, mert nagyon sok, nagyon bő a mi megélésünk ezzel a bolyongással. Azt tudjuk, hogy az első természettörvény, a rákvas törvénye magába foglalja a DHS-nek a kritériumait. Vagyis Dirk Hamer szindrómáról beszélünk. Dirk Hamert látjuk ezen a képen. Hamer doktor 19 éves fia, aki az apja karjai közt halt meg, miután az olasz trónörökös, a savoyai herceg tökrészegen 2 pisztolylövéssel halálosan megsebesíti a csónakban, kikötőben békésen alvó Dirk Hamert. 111 napi agónia után ez a fiatalember meghal az apja karjai között, és Hamer doktornak 2 hónapon belül heredaganata lesz. És tudjuk, hogy a műtéti beavatkozáson kívül Hamer doktor semmilyen más akadémikus segítséget nem vett igénybe, tehát se kemó, se sugárkezelés nem volt, és ugyan 1% túlélési esélyt adtak neki, ő felépül. Ő felépül. És 1980-ban már egy nőgyógyászati rákklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, ahol felteszi a kérdést a daganatos betegeknek, mint gyógyult daganatos beteg, hogy és az ő életükben a daganat megjelenése előtt nem volt véletlenül egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásuk, ami váratlanul, meglepetésszerűen tört rájuk, mint derültékből a villámcsapás, és mindezt magányosan élték meg. És a válasz mind a megkérdezett 200 esetben igen volt. A probléma csak az, hogy benne maradunk a konfliktusban. Ha lezárnánk békével a napjainkat, akkor meg se tudnánk betegedni. Mivel viszont ez nem történik meg, ez a becsapódás, ez a lelki megrázkódtatás, az agy közvetítésével szervi elváltozást fog elindítani. És ez a lélek-agyszerv tengely egy paradigmaváltás a medicinában, egy teljesen másfajta gondolkodáshoz ad nekünk alapot, és ezáltal fogjuk megérteni a szervi válaszainkat. Ne feledjük, hogy a konfliktus pillanatában, amikor ezt mind megértük, akkor kialakulnak, rögzítjük a sineket, vagyis rögzítjük a körülményeket, és ezek, amikor ismét megjelennek, már újabb konfliktus nélkül elindítják az értelmes biológiai különprogramot, amit mi betegségnek nevezünk egy bizonyos szakaszában, de mindjárt meglátjuk, hogy ez az EBK miről is szól. Az első természettörvényt senki nem tudta megcáfolni, de a többi sem. Ezt mindenki megtapasztalhatja a saját bőrén. A lényeg az lenne, hogy lezárjuk békével a napjainkat, mert ha ez megtörténik, akkor nem fogunk megbetegedni. Mit jelent az, hogy érzelmileg? Mivel egy félelem volt az, ami elindította a túlélő programot bennünk, ezért érzelmileg kell lezárjuk, mégpedig megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, és legvégül hálával. Amikor ezt megtettük, akkor eltűnnek a sinek, akkor nem lesznek sinek, nem lesz, ami újra elindítsa bennünk azt, amit egyszer elindítottunk. De aki ebből semmit nem tanult, mondjuk aki 2 éve csinált magának egy meldaganatot, egy aggódással, anya-gyerek oldalon, és 2 év múlva csinál egy meldaganatot a másik mellében, azt kérem szépen, mit tanult az első történetéből? A válaszom egyszerű. Semmit. Nem tanulta meg, hogy az aggódással semmi, de semmit nem old meg. Nem tanult meg másképpen élni, nem tanult meg másképpen viszonyulni önmagához és a világhoz. És amíg ezt nem tanuljuk meg, addig ki vagyunk szolgáltatva a biológiai félelemnek. Addig újra meg újra meg fogunk betegedni. Itt kellene végül már is az első természettörvénynél felébredni, hogy te jószagú szamóca, én betegítem meg magam. De meddig? Ameddig azonosulok a biológiai szerepeimmel. Ezekről a dolgokról részletesebben természetesen, ha egy 3 napos tanfolyamon mindenki tájékozódhat, megoldási kulcsokat adunk át azoknak, akiket ez érdekel. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. És akkor itt rögtön hozok példát a bolyongásra. Hogyan élhettem én meg ezt a bolyongást? Például, hogy ez az út nem az én utam. Keresem a kiutat ebből az áldatlan helyzetből, mert azt hiszem, hogy rosszulra tettem, rossz úton járok. És mivel ezt úgy éli meg a biológiám, hogy ez a vesztembe visz, ezért meg lesz rám a biológiai válasz a mellékvese kéregben. Lehet, hogy a bolyongásban azt élem meg, hogy sürgősen tenni kéne valamit, de nincs, aki segítene. És akkor mi lesz a biológiai válasz? Na vajon mi lesz? Akkor jönni fog a golyva. Ha az az én megélésem, hogy itt bolyongok, és nincsen, aki segítsen, de én egymagam nem vagyok elég gyors ahhoz, hogy kilépjek ebből, hogy elegendő pénzt keressek, akkor természetesen, hogy a pajzsmirigyem is reagálni fog a dologba. De ezt az egész bolyongást úgy élem meg, hogy békjobban van az életem, és jön az alsó végtagon a vízér, az érszükület, vagy a dupla béklyó konfliktus miatt az izomgörcs. Megélem azt, hogy békjóban van az életem, de senki nincs, aki segítene. Ez egyedül nem megy. Én egyedül ehhez kevés vagyok. És megélem a magányt, az elhagyatottságot, a meg nem értettséget, és begyűjtöm a vizet a szervezetembe. Megélhetem úgy a bolyongást, hogy nem vagyok olyan ügyes, mint XYZ. És ez a képtelen vagyok változtatni állapot egy olyan súlyos önleértékelést hoz be, ami a témájának megfelelően az egész testemet képes vagyok lebontani. Ez egy teljes fejezet. Ez itt hátul, ez a narancssárga mező, ez erről szól. Aztán megélhetem azt, hogy ebben a bolyongásban már belefáradtam, és ennél már a halál is jobb. Ebben már bele kell dögleni, nem találom a kiutat. És akkor megcsinálom a sclerosis multiplexet. Vagy azt érem meg, hogy bolyongok, és újra meg újra átvernek engem. Még mindig nem találtam meg a kiutat, de az átverések miatt megcsinálom az arcideg zsábától egészen az agyvérzésig akármilyen biológiai programot. Tehát értsük meg, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. És ezért lesz a következő fólián a bekeretezett rész, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ezt tessenek megérteni, nem egy engem felváltó, egy engemet megmentő mondat, hanem ez egy nagy-nagy felkiáltójel. Emberek, Én betegítettem meg magam, én is tudom meggyógyítani magam. Én semmi más nem tudok tenni, mint megmutatni az utat a gyógyulás felé. Tehát aláhúzhatom én, hogy gyógyulni szeretnék, de ennyi nem elég. A kérdés az, hogy hajlandó vagyok-e tenni érte valamit, azon túl, hogy írok egy levelet, és várom a választ. Nos, ha elindítottunk egy ilyen biológiai programot, ez mindig két szakaszban zajlik, és ez a második természettörvény, vagyis van egy konfliktus aktív fázis, és van egy megoldást követő fázis. Vagyis addig, amíg nem jutok el ide a megoldásig, a konfliktus megoldásáig, addig a konfliktus aktív fázisban töltöm az életem. Kérdés, meddig tart? 1 hétig? 1 hónapig? 1 évig? 10 évig? Mert ugye ennek következménye lesz, és amíg nem oldom fel a konfliktust, addig a konfliktus aktív fázisban ezt a körkörös gyűrűt fogjuk megtalálni a koponyacétén, és nem véletlen, hogy ez így alakul. Megvan rá a magyarázat, hogy miért körkörös gyűrűk alakulnak ki ebben a helyzetben. Aki emelt szintű tanfolyamra eljön hétvégén, az mind meg fogja ezt érteni. A koponya CT a koponya alappal párhuzamosan készült rétegfelvételeket jelenti, mégpedig kontrasztanyag nélkül. Tehát amikor becsapódik az istennyira, elkapott engem a félelem, és ebbe benne ragadok, addig az alatt az idő alatt hideg lesz a kezem, hideg lesz a lábam, ketyeg a szívem, fölmegy a vérnyomásom, nem tudok nyugodtan aludni, és ha alszom, felébredek, nincs étvágyam, lefogyok. Ezeket minden alkalommal elmondom, ezek az általános tünetek, de most szólok, van kivétel, és ma a kivétellel fogunk kezdeni. Ez a gyönyörűség benne. Van egyetlen program, ahol a konfliktus aktív fázisban teljesen más dolgokat fogunk megtapasztalni, mint általában az összes többinél. Ugye kezd a dolog izgalmas lenni. Amikor jön a megoldást követő fázis, annak van 3 szakasza, az exudatív, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Az exudatív fázisba fogjuk magunkat betegnek érezni. Itt fogok elmenni orvoshoz, mert gyulladás tüneteit tapasztalom meg, hogy piros, hogy duzzad, hogy fáj, hogy meleg, és hogy nem működik. Rubor, tumor, kálor, donor, funkciólézer. Nyilvánvaló, hogy gyulladást szabad és kell csökkenteni. Fájdalmat szabad és kell csökkenteni, de nem mindegy, hogy mivel. Nagyon szépen kérem, nem mindegy, hogy mivel. Amúgy a terápiáról a Germán Gyógytudományban van egy összefoglaló előadás, meg kellene nézni talán. Szóval nem szenvedünk örökké, mert ha hagyom, és nem akasztom el a gyógyulásom, akkor átjutok az epileptoid krízisbe, ami megint programok szerint különböző dolgokat jelent. Az epilepszia is itt jelentkezik, de mivel itt nem epilepsziáról beszélünk, ezért epileptoid a krízis. Ha meg izmokról van szó, akkor epileptikus krízisről beszélünk. Tehát ennek a krízisnek igen zajos tünetei vannak. Fölerősödik a fájdalom, az izomgörcs, esetleg megáll a szívem, vagy tüdőembóliát, vagy mélyvénás trombózis kapok, vagy epegörcs, fesegörcs, stb. De ez nem a szivatásunkra van. Kérem szépen, mitől fog függni az, hogy mennyire szenvedek a megoldás követő fázisban? Attól fog függni, hogy mennyit ültem itt a konfliktus aktív fázisban. Tehát ha lezárom békével a napjaimat, akkor mondjam úgy egy tüsszentéssel megoldottam a dolgot. Akkor nem szenvedek. De ha nem zártam le, akkor az epileptoid krízisnek csak az a feladata, hogy az agyi reléből is kipréselje azt a vizet, amit összegyűl. Hiszen az exudatív fázis annyit jelent, hogy exudátum, azaz folyadék, víz gyülemlik szöveti szinten és agyi szinten is. Mert a megoldás követő fázis is lélek, agy, szerv szinten zajlik. Miről szól tehát a történet? Lezárjuk békével a napjainkat mielőbb. És utána, mivel tudom, hogy gyógyulok, nem csinálok hülyeségeket, nem akasztom el a gyógyulásomat. Tudok fájdalmat csillapítani gyógyszer nélkül, ha voltam tanfolyamon. Tudok görcsöket is oldani. Képes vagyok a kezemben tartani a gyógyulásnak az irányítását, ha, pont. Tehát itt jön az a rész, amihez nem egyetlen óra, hanem 30 óra szükséges, sőt, van akinek ismétlés is szükséges, hogy végre eljusson abba az állapotba, hogy megértse, hogy át kell adja az irányítást a lelkének, mégpedig a nagybetűs lelkének, és nem annak, amit úgy hívunk, hogy lelki megrázkódtatás. Mert a lelkünk sose rázkódik meg. Az köszöni szépen jól van. Csak a magyar nyelv kifejezés az, hogy lelki megrázkódtatás. Tehát epileptoid krízisnél tartunk. Mit jelent? Azt jelenti, hogy itt fog elkezdődni a folyadéknak a kipréselődése mind az agyirelében, mind szöveti szinten. Most nagyba körberajzolom ezt az agyirelét. Tessék megnézni, elindult az ödémának a kiürítése. Ugyanígy megindult ebből a reléből is az ödémának a kiürítése. Mert az epileptoid krízisben vagyunk. És csökkenni fog a duzzanat, csökkenni fog a fejfájás, és eljutunk a helyegesedési fázisba, amikor már megnyugodtam, már mondhatnám, hogy boldog lennék, ha nem lennék ennyire fáradt. És van, aki ettől akasztja el a gyógyulását. Mert éppenséggel a biológiája mostan arra vágyik, hogy hagyjuk békén, hogy csinálja meg azt, amit mi elrontottunk. Tehát amikor elkap egy extrém fáradtság, hogy a kis ujjamat is alig bírom megmozgatni, akkor nem kell kétségbe esni. Akkor meg kéne várni, hogy újra felerősödjek. Enni, inni és aludni kell ebben az esetben. És nem gyógyszert szedni azért, hogy el tudjak menni dolgozni. Nincs az a munkahely, amely megérdemelné, hogy tönkre tegyem magamat miatta. De ha valaki ezzel nem ért egyet, az menjen és dolgozzon. Én ezt így képzelem, mert amint tudjuk, a legdrágább kincs az egészség, nem debár. A válasz az, hogy debár. Harmadik biológiai természettörvényben Hamer doktor megfejti, hogy mi történik a konfliktus aktív, és mi történik a megoldás követő fázis alatt. Ugyanis egyezünk meg, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. No, és akkor mit tudunk tenni a túlélésünkért? Vagy szaporítom a sejtjeimet, vagy sorvasztom, vagy működést változtatom. A sejtek szaporítását irányító agyi központok az agytörzs és a kisagy. Itt mindig először szaporítunk, aztán megoldás követő fázisban lebontjuk a felesleges sejteket. A sejtek sorvasztását irányító agyi központok az agyvelő és az agykéreg. Tehát először sorvasztok, megoldásban pedig visszaépítek. A működés módosítását pedig csak az agykéreg képes csinálni, működést gátol, fékez a konfliktus aktív fázisban, és a működést visszaállítja a megoldást követő fázisban. A világ legegyszerűbb egyenletrendszerét látjuk. Ha építettem, lebontok, ha lebontottam, visszaépítek, ha legátoltam, visszaállítom a működést. Ennyire egyszerű dologról van szó, ehhez nem kell egyetemi tanulmány. Viszont, ha ezt megértjük, akkor megértjük a medicinának az alapjait. Itt van a medicinának, a medicina megértésének, a működésünk megértésének az alapja. Na most kérem szépen, nem véletlenül történik az, hogy építek, vagy bontok, vagy működést változtatok, mert mindez már a megtermékenyítés után ki fog alakulni. Lesz először egy szedercsírő állapot, aztán abból létrejön ez a gyönyörűséges 3 csíralemez, amikor megtörténik a beágyazódás, vagyis felvesszük a kapcsolatot, mint sejtömeg, az anyai mély nyálkahártyájával, mert onnantól, mikor a kapcsolatot létrehoztuk, majd a placentán keresztül, méhlepényen keresztül, a tápanyagot onnan kapjuk, s a maradékot oda ürítjük az anyai szervezetbe. Szóval a 3 csíralemez határozza meg a gondolkodásunkat is, meg mindent, ami kialakul. Ez a három csiralemez, itt van belül a belső, kívül a külső, és középen a középső, ugye nagyon nehéz. A sárga, a piros és a narancs színnel jelölte Hamer doktor, és a megfelelő idegi központokat is láthatjuk itt nyílirányú metszeten, illetve ha csinálok egy ilyen metszetet a koponyalappal párhuzamosan, akkor ezeket a grafikus ábrázolásokat fogjuk látni, de ezt nem kell tudni a gyógyuláshoz. Annyit viszont illik tudni, hogy egy kialakult sejt soha többé nem fogja azt a működést megváltoztatni, mint amire kialakult. Szóval az endodermából, vagy belső csiralemezből kialakult sejtből semmiképpen nem tud egy másik csiralemezből kialakult sejt létrejönni. De még csiralemezen belül sem. Mondjuk egy prosztatasejt, aminek az a feladata, hogy váladékot termeljen, amiben úszkálnak a spermiumok, nem fog átalakulni tüdősejté, aminek az a feladata, hogy az oxigént és a széndioxidot áteressze a falán. Hát ez biológiai képtelenség. Tehát megnyugtatnék mindenkit, hogy áttét nem létezik, ha ez biológiai képtelenség. A krónikus betegségeknek az oka pontosan abban van, hogy fel se oldottam, nem oldottam meg a konfliktust. Nincs lezárva. Még mindig tart. Ez még mindig tart. Ki tudja meddig, mikor fogom feloldani azt az adott konfliktusomat. Ezt függő konfliktus aktivitásnak nevezem. Vagy meg nem oldott konfliktusnak. Tehát maradok a konfliktus aktív fázisban, és ennek a tüneteit folyamatosan fogom mutatni. Függő gyógyulás, ez az, amivel tönkre tudom tenni a szervezetemet, mert hogyha itt építettem sejteket, akkor itt ugye lebontok, és még mindig lebontok, és még mindig lebontok, és még mindig lebontok. És így tudom tönkre tenni a szervezetet. De hogyha itt először bontottam, akkor természetes, hogy itt meg visszaépítek. És még mindig visszaépítek. És még mindig visszaépítek. Értjük már, hogy hogyan tudjuk az ízületeinket tönkretenni? Például. És van még egy másik gyönyörű történet, és az pedig a policiklikus lefolyás. Hát kérem szépen, mindig mondom, hogy ez legalább nem unalmas. Mert ugyan lefolyt az egész program, és van egy kis szünet, amikor jól vagyok. Aztán mit ad Isten, újra csinálom. Meg megint, meg megint. Na ezek lesznek azok a programok, amit úgy fogok hívni, hogy recidíva, vagy policiklikus lefolyás. Miért? Arról szól az egész, hogy a program nincsen érzelmileg lezárva, és ezért a sinek, amik ritkán jönnek, újra meg újra elindítják a programot. Ezek lesznek az allergiák, mert bizonyos pollen illatára én újra beindítom azt a bizonyos takonykort. Vagy ételallergia, mert megszoktam, hogy mindig, amikor táplálkozom, akkor ezzel együtt bosszankodom, és mikor újra fogyasztok abból az ételből, akkor újra fogom csinálni a biológiai programot. Nos, a harmadik és negyedik törvény szinte egy időben találja fel Hamer doktor. A negyedik természettörvény a mikrobák ontogenetikai rendszeréről szól, vagyis arról, hogy a bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok, ezek a mi legjobb barátaink, nem az ellenségeink. Ezekkel mi szimbiózisban élünk. Agyi parancsra indul el a szaporodásuk, és agyi parancsra tűnnek el a szervezetünkből. Mert ugye, ha az agytörzsi és a kisagyi programra én elindítok egy sejtszaporulatot, akkor azt le kell bontani a program végére, és ebben fognak segíteni a gombák és a gombabaktériumok. Tehát amíg megy a program a konfliktus aktív fázis alatt, addig ezek szaporodnak. Na most, ha itt fogok elmenni orvoshoz, akkor azt fogja mondani, hogy fertőzésem van gombákkal. Amikor megoldásba kerülök, viszont pont annyi gombám van, amennyi ahhoz kell, hogy lebontsam a felesleges sejteket. azokon a szerveken, amiket az agytörzs irányít. És nem fogok gombát találni olyan szerveken, amit az agyvelő irányít. Mert az agyvelő és az agykéreg irányítása alá eső sejtekben a lebontás után jelennek meg megoldáskor a baktériumok és a vírusok, és ezek segítenek visszaépíteni azt, amit én itt tudatlanul és tünet nélkül lebontottam. Tehát nem az ellenségeim. Kérem szépen, ha valaki egyfolytában visszafogott dühöt él meg, hogy szét tudnám verni, és hadd ne tegyem hozzá az egyre szebb kifejezéseket. Tehát ezt a visszafogott dühöt a biológiám úgy éli meg, hogy képtelen vagyok széttépni a másikat, akkor sorrasztani fogja a fogágyat. És mikor visszaépül, akkor megjelenik a geny a foggyökérnek a csúcsán. Igen, ki kéne bírni ezt a fájdalmat, de megerősítené a biológiánk a foggyökeret és a fogágyat. Ez a lényege a történetnek. De hát elmegyünk, mert a fogfájás az ugye rettenetes, kihúzzák a fogat, kipucolják az egészet, aztán jönnek a kirakat fogak, amelyek ugye már nem fognak fájni, csak sokba kerülnek. De azok is kihullanak, ha a visszafogott dühöt nem fogom lezárni. Tovább sorvasztom majd a fogágyat, és kilazulnak a beültetett fogacskák. Úgyhogy jó lenne a dühünket el se indítani. Szóval remélem, hogy érthető, hogy a mikróbák, a bennünk élő gombák, baktériumok, vírusok és gombabaktériumok, ezek a mi barátaink. No, de ami kívülről jön, azok nem biztos, hogy jó szándékú bacik. Vannak a bőrfelszínen velünk együtt élő baktériumok, amiknek itt a helye, amiknek az a lényege, hogy nem nyújt teret, táptalajt kórokozóknak. És ez nagyon fontos lenne, hogy állandó kézmosással és fertőtlenítéssel ne gyilkoljuk ki őket. A sebésznek meg kell mosni a kezét, mert ő belenyúl a sebbe. Na de egyszerű embernek, azért, mert megfogott valamit, rögtön nem kéne 5 percenként kezet mosnia. Ez csak szólok, hogy a tévhiteket és a tévutakat helyre tegyük. A piszkos kézzel továbbra se fogunk leülni enni, nehogy félremagyarázzuk, amiről beszélek. Csak arról van szó, hogy feleslegesen 5 percenként vagy óránként nem mossunk kezet. Főleg, ha különösebben semmihez nem nyújtunk. 2. Azok a kórokozók, amelyek valóban patogének és képesek engem megbetegíteni, azt az én védekező rendszerem, ami azelőtt is létezett, mielőtt elnevezték volna immunrendszernek, tehát ez az én védekező rendszerem képes megoldani. És van az immunitásról is előadás, meg lehet nézni. Ezekkel nincsen semmi bajom. Csak ne nevezzük már a dolgokat autoimmunnak. Azért, mert nem tudom, hogy mi okozza. Mi okozza, hogy valami autoimmun marad? Mi lesz az autoimmun Hashimoto pajzsmirigy gyulladásnak a végleges oka? Az, hogy nem oldottam fel a konfliktust, és függő gyógyulásban maradtam. Tehát ha lezártam a konfliktust, meggyógyul az autoimmunnak nevezett betegség is, mint ahogy arra már nagyon sok példánk van. Nem tudom, hogy jó híre ez valakinek, de ha autoimmun betegség miatt lerokkantosították, hát igen, volt olyan, aki nem mert meggyógyulni, mert akkor elveszti a rokkantosítását. Szóval nem biztos, hogy mindenki meg akar gyógyulni, de én remélem, hogy akik hallgatnak itt minket, azok azért ülnek itt, mert szeretnének gyógyulni, vagy további tudást szerezni abban, hogy hogy éljenek úgy, hogy meg se betegedjenek. Nos, az 5. természettörvény a lényeg megértésének a törvénye. Könyörgök, ehhez aztán tényleg elegendő 7 éves gyereknek lenni. Mert a legfiatalabb ember, aki felfedezte az 5. természettörvényt, az az öcsémnek a 7 éves kisfia volt, Megkérdeztem tőle, hogy néz ki az ablakon, látod a madarakat? Igen. Szerinted miért küzdenek minden nap? Hát azért, hogy életben maradjanak. Logikus a válasz. Kell ehhez állatkísérlet vagy statisztika? Nem. Hamer doktor soha nem végzett állatkísérleteket, szeretném megjegyezni. És hogyha rádöbbennek arra, hogy bennem, a biológiai testemben is minden a túlélésért és a faj fenntartásáért történik, akkor van még ismeretlen és rosszindulatú folyamat? A biológiában mindennek értelme van. A rosszindulat az az emberek fejében van. Tehát mindennek biológiai értelme van, ezt értsük meg. A kérdés csak az, hogy meddig csücsülök a konfliktusban. Nos, a konfliktus típusokat lehet csemegézni, lehet válogatni. Itt a kínálat ezen a fantasztikus táblázaton, ami eredetiben itt van a hátam mögött, 1,20x1,60-as táblázat apró betűkkel, távirati stílusban Hamer doktor összefoglalta a lényeget, hajszálpontosan. A sárga oszlop nyilván az a belső csíralemez, a narancssárga a középső, a piros oszlop meg a külső csíralemez túlélő programjait, vagyis értelmes biológiai külön programjait tartalmazza. Az agytörzs a falat konfliktusokat oldja meg. Mi az, hogy falat? Nem csak a táplálékfalatról szól a történet, mert a túléléshez csupán levegő, víz, táplálék, fény és hang szükséges. Drága hölgyeim, nem szükségeltetik a túlélésünkhöz a gyerek. Sem a szomszéd, sem a házastárs, se a szülők, sem pedig a szociális segély. Egyedüli dolog, ami a túléléshez kell, levegő, víz, táplálék. Fény meg hang az szokott lenni, meg levegő is, még víz is. És az a kis marokki táplálék, ami a túléléshez szükséges, az mindenkinek rendelkezésre áll. Szóval a nagyokos agyam viszont nem tud különbséget tenni valóság, álom és illúzió között, és ezért minden, amit én meg akarok kapni, az hogy fordítja le? Falat konfliktusra. És ezért fog falat konfliktust és emésztőrendszeri problémát okozni, az, hogy megkapjam az örökségem, hogy megkapjam a jutalékom, az, hogy bosszankodok azon, hogy valakinek több jutott, mint nekem, az, hogy rágódom egyfolytában valamin, és az, hogy megélem, hogy valamit ledugtak a torkomon, és a legvégén, hogy szarul érzem magam. Ezek mind a falat konfliktusok tárgykörébe tartoznak. De a vízzel kapcsolatos történet az egy speciális dolog, mert a vizet bent tartom a szervezetemben, ha egzisztenciális konfliktust élek meg, vagyis létkonfliktust. Mert elvitte a bank a házamat, kirúgtak a munkahelyemről, ja Istenem, miből élünk meg, elvesztettem minden ingóságomat, és a többi, vagy éppenséggel megélem a kirekesztettséget, a magányt, az elszigeteltséget, hogy engem senki nem ért meg, vagy bevittek a kórházba, és az a nagy félelem, hogy behoztak ide engem meghalni. Ezekben az esetekben gyűjtöm be a vizet a szervezetembe, és ez fogja okozni valójában a frekvenciaváltást. Nem a rákba halnak meg a daganatos betegek, hanem abba, hogy túl sok programot indítanak el, és teljesen lemerítik a szervezetüket. Ezt jó lenne, ha megértenénk. A kisagy által vezérelt programok itt találhatók a narancssárga oszlopnak a tetején idáig. Mit jelent a kisagyi program? Azt jelenti, hogy vélt vagy valós támadás. Megint bejön az, hogy nem az a probléma, hogy engem megtámadtak és megvertek, elég ha attól félek, megint félelemről beszélek, attól félek, hogy megvernek, vagy támadás fog engem érni. Vagy átjönnek a kerítésen a migráncsok, és begyönnek, és megölnek, és megtámadnak, és szétverik a kertemet, és megölik az állataimat, vagy tökéletesen mindegy, de támadástól való félelem. Ez írha programot indít el, a felhám alatt, ami látható, mindig ott az írha. és az írha szaporodását fogja elindítani. Tehát itten először indítom a sejtszaporulatot épp úgy, mint a falatkonfliktusoknál, és megoldásban pedig lebontjuk a felesleges sejteket. Az írha programon kívül, illetve az írha programhoz tartozóan ide jön a bemocskoltság kérdése, ami megint nem csak azt jelenti, hogy a fejemre borítottak egy vödör kakit az emeletről, volt ilyen történet is, hanem azt is jelenti, hogy mit beszélnek róla, bemocskolták a becsületem. Ez is az írhára fog hatni, mégpedig az írha járulékos mirigyeire, például a fagyumirigyre. És az írhának a verejtékmirigy is része, a tejtermelő mirigyeink viszont valamikor verejtéket termeltek, átalakultak tejtermelő mirigyekké, ezért van az, hogy az írha programhoz tartozik az emlőnek a tejtermelő mirigyállománya, és a gondozási konfliktus, vagyis az, hogy hülyére aggódom magamat, hogy szegény gyerekem mit fog enni Angliába, na ez pontosan elegendő ahhoz, hogy csináljak egy meldaganatot. Szólok mindenkinek, vannak, akik már ezt a félelmet kiszolgálják, vannak autók, akik elviszik a töltött káposztát cserépedénybe, Angliába, csak fel kell hívni őket. Legyünk szívesek megérteni, hogy a gondozási konfliktussal, az aggódással soha semmit nem fogunk megoldani, csak meldaganatot fogunk magunknak teremteni. Az agyvelő által indított program az mindig sejtszintű sorvasztással indul, minusszal. Tehát először bontok, aztán építek, mert az önleértékelés önpusztítást jelent. Ez egy külön fejezet. És ugyanígy az agykéreg által indított programok, amelyek a sejtekre hatnak, először is lebontással kezdődnek, és utána visszaépítéssel, ide jönnek a birtok és elválasztási konfliktusok, a működésváltozás pedig azt jelenti, hogy blokkolom a sejt működését konfliktus aktív fázisba, és visszaállítom a megoldás követő fázisba. Az alapvető kérdés tehát itt van, miért élünk meg konfliktusokat, hogyan tegyük feleslegessé, akit érdekel, megnézi ezt az előadást. És akkor feltehetnénk a kérdést, hogy miért nem ezt tanítják az egyetemeken. Levetítettem egy külön előadást arról, hogy Hamer doktornak 98-ban hogyan ismerték el a téziseit. A mai medicinát, kérem szépen, 1910 óta, Flexner tanulmány óta a gyógyszeripar irányítja. A gyógyszeripar nem egy non-profit társaság. A világon a legnagyobb profittal dolgoznak, többet keresnek, mint a bármilyen ipari tevékenységet folytató üzem, de még a fegyveripart és a kábítószereket is felülmúlja az ő bevételét. Tessenek megnézni a Szabadságot a Léleknek című riportot, ami a weblap tudástár videói közt található meg. 37 perc megéri. Szabadságot a Léleknek. Szóval a gyógyszeriparnak az a célja, hogy gyógyszereket adjon el, és az orvosokat arra tanítják, hogy milyen tünetre milyen gyógyszerek adhatók, amelyek 5%-ban tényleg nagyon jók, szükségesek, hasznosak, 95%-ban meg fel kell írni receptre a betegnek, hogy egy életen át azt fogyassza. Kérem szépen, nagyon ritka az az eset, amikor valamilyen gyógyszert egy életen át fogyasztani kell. Általában már orvosi beavatkozás után alakul ki egy-egy olyan állapot, hogy igen. Valakit megszabadítottak a pajzsmirigyétől, akkor a hormonpótlás kötelező lesz élete végéig. Érthető? De hogy Hamer doktor téziseit, ha tanították volna, akkor hogy ma hol tartana a medicina, és hol tartana a világ, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lenne, Mert akkor a jelenlegi helyzet ki se alakulhatott volna. Szóval én ebben nem megyek tovább bele. A lényeg az, hogy megértsük, hogy ameddig a világot a pénz uralja és a profit, addig az egészségügyben sem lesz más a helyzet. A bolyongás biológiai programjaiból tehát a DHS-t már kimazsoláztam, azután a fólia után, hogy az egyetlen valóság az én megélésem, és hozzá is tettem, hogy milyen programokról lesz szó a következőben. Tehát, ha ez az út nem az én utam, és keresem a kiutat ebből az áldatlan helyzetből, akkor valójában egy mellékvese kérek programot indítottam el. A mellékvese, az itt látjuk a vesék fölött, kucsma formában. Szegényem a szomszédjáról kapta a nevét, semmi közel nincs a veséhez, se a vizeletkiválasztáshoz. Ez egy belső elválasztású mirigy, aminek van két része. Belül látjuk a velőállományt, kívül pedig a kéregállományt. Ha a szövettani metszetet nézzük, illetve grafikus ábrázolást, akkor ez a három rész a kéregállomány, a kék színnel jelzett rész pedig a velőállomány. A velőállomány adrenalint, noradrenalint, dopamint állít elő, és az elviselhetetlen stressz alkalmával ezek a hormonok segítik a szervezetet a túlélésben. Vagyis amikor már egy stressz, egy impulzus olyan erős, hogy az idegrendszer, hogy is mondjam, nem bír vele, vagy kiütné, tönkretenné, ezt átadja a hormonális rendszernek, és innentől a hormonok fogják biztosítani azt, hogy sejtszinten megtörténjen az a fajta változás sejtszinten, ami a túléléshez szükséges. És most csak így általánosságban szóltam. A mellékvese kéregnek látjuk három része van. Van a zona glomerulata, fasciculata és retikuláris vagy hálózatos rész. Különböző hormonok termelődnek itt, az aldoszteron, a glukokortikoid és az androgén. És ezeknek megvan a szervezetünkben a megfelelő szerepe. A mellékvese kéreg programnál azért jelenik meg ez a két idegen szó, mert a konfliktus aktív fázisban az Addison-kort fogják diagnosztizálni, a megoldást követő fázisban pedig a Cushing-szindrómát. És lám, ugyanannak a programnak a két oldaláról beszélünk. Az Addison-kor tehát azért indul el, mert azt élem meg, hogy rossz úton járok, vagy ahogy szoktuk mondani, rossz lóra tettem, vagy csak bolyongok és nem találom a megoldást, nem találom a kiutat ebből az áldatlan helyzetből, és akkor mit tud segíteni a konfliktus aktív fázisban a biológián? Természetes, hogy a mellékvesekérek sorvadása által csökkenni fognak ezek a hormonszintek, és ezeknek meg lesz a klinikai tünetük. Az aldoszteron hormon hiánya vajon mit fog okozni? Hát vérnyomás csökkenést fog okozni. De nem csak ennyit, hanem azt is, hogy csökken a káliumszint, és emelkedik a nátriumszint. Ebből lesz az, hogy több liter vizet megiszok, és több liter vizeletem lesz. És ez nem a diabetes insipidus. Ez nem cukorbetegség. Ez kérem szépen csak arról szól, hogy rossz úton járok. És ugye már van egy olyan történetem, hogy nagyon fáradtnak érzem magam, mert alacsony a kortizon szinten, és nagyon fáradtnak érzem magam, de stresszben vagyok. Ezt a stresszes fáradtságot, gyengeséget még fokozza az, hogy esik a vércukorszinten. Miért? Mert a kortizon vagy glukokortikoid a cukoranyag cserére hat. Ugyanakkor feszült és ideges leszek, félelemmel teli leszek, és ez a kortizon szint csökkenésének a következménye. Ugyanakkor alacsony lesz az ACTH szint, vagyis az adenokotrikotrop hormonszint, az a hormon, ami a hipofízisből, az agyalapi mirigyből hat magára a mellékvesek élegre. Tehát akinek ilyen tünetei vannak, hogy nagyon fáradt, de feszült ideges, sok vizet iszik, sokat pisil, és nem tud nyugodtan aludni, teli van félelemmel, alacsony a vérnyomása, az jó lenne, ha elgondolkodna, hogy talán le kéne zárni ezt a programot. Kérdés, mennyit ültünk a programban? Mert ha egy hét alatt lezárom, akkor olyan nagy szervi változás és következmény nincs. De mindenképpen, mikor lezártam a programot, jön az eddigi tüneteknek a fordítottja, vagyis helyreáll a hormonoknak a szolgáltatása. Ugye emelkedni fog a vérnyomásom, mert az aldoszteron szint is emelkedik, és akkor nem csodálkozunk, hogy a vérnyomás csökkentő között van olyan, ami az aldoszteron szintet csökkenti, ezt csak úgy zárójelben megjegyezném. A nátriumionok is vissza lesznek fogva a szervezetünkbe, viszont ürítjük a káliumot, és azért fognak kialakulni izomgörcsök. Ez természetes, hogy a függő gyógyulásra lesz jellemző, és nem az egyszeri kifutásra. Tehát ha valakinek ilyen problémája van, hogy magas a vérnyomása, és izomgörcsei vannak, imitamot jobbra-balra, akkor jobb lesz, ha elgondolkodik azon, hogy valóban le kéne zárni azt a programot, hogy rossz úton járok. A férfi nemi hormonok is, a férfi nemi hormon jellegű androgén szteroid is felszaporodik, ez a DHEA, vagyis dehidroepiandroszteron, ha így jobban tetszik, túlműködik, és ez fokozza a szőrnövekedést. Fiúkban, lányokban egyaránt. Na de hát, ha egy fiú megjelenik, és úgy néz ki, mint egy maci, akkor nem szólunk semmit. Pedig azért maci, azért van teli szőrrel, mert helyretette azt a programját, hogy rossz úton jár. Az, hogy vastagabb lesz az arcán a szőrzet, lehet, hogy még büszke lesz rá. Na de egy nőnek ez nagyon komoly probléma. És azért jelenik meg ez az androgén hormon, mert férfias erőt ad a kitartáshoz. Ha most már megtaláltam az utamat, akkor menjek rajta. Milyen gyönyörűen, fantasztikusan szépen van ez az egész megoldva. Egyszerűen tökéletes. Na de a bolyongok és tévúton járok programnál hozzátehetem én azt is, hogy igen, ez nem az én utam, keresem én a kiutat, de túl lassú vagyok ahhoz, hogy ez sikerüljön. Túl lassú vagyok ahhoz, hogy ebből a pokolból, amiben élek, ebből ki tudjak lépni. És akkor elindul a pajzsmirigynek a túlműködése, itt látjuk, ha ez nem szűnik meg, tehát folyamatos a túlműködés, hát akkor emelkedett lesz a TSH, a T3, meg a T4 érték. Ugye tudjuk, hogy a TSH az a hipofizis hormonnak az elnevezése, a pajzsmirigyre ható stimuláló hormon. A T3, T4 pedig az, amit maga a pajzsmirigy termel. És hát ha még több hormont kell előállítani, akkor nyilván, hogy sejtszaporodással fogok magamnak csinálni 1, 2, 3, 14 pajzsmirigy göböt, ami már egy idő után szemmel látható, kitabogható, de ultrahanggal mindenképpen ki fogják tudni mutatni. Ha megoldottam a konfliktusomat, de nem zártam le érzelmileg, akkor itt van a függőgyógyulás, és mit mondtam, mit építettem, és aztán mit csinálok? Bontok, 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 és kialakul a Hashimoto tireoiditis, pajzsmirigy alulműködés, és csökkenő mirigyállomány. Ugye milyen egyszerű és logikus? Megélhetem azt is, amint mondtam, hogy egyedül nem megy. Senki nincs, aki segítene, és ezért magányosan élem meg azt a konfliktust, hogy én rossz úton járok, és nincsen kivel megosszam. Nem merem elmondani senkinek sem, mert attól félek, hogyha én ezt elmondom, teszem azt, nem éppen törvényes dolgokkal foglalkozom, akkor ugye ezzel nem szoktunk dicsekedni, de a félelem ott van bennünk, és tényleg magányosan éljük meg az egészet. Na, itt jön konfliktus aktív fázisban a vesefunkció beszűkülése. De ha nincs feloldva, tehát ha hosszú ideig járom ezt a tévutat, akkor a vesegyűjtő csatornák eldugulnak. Ha mind a két oldalon kialakul az akut veselégtelenség. Ha csak az egyik vesében dugul el, akkor azt már hipernefrómának fogják nevezni, vagyis vesedaganatnak. Ha eljutok a megoldáshoz, mert mondjuk abba hagytam a törvénytelen kereskedelmet, vagy megtaláltam az utamat, végre ott hagytam azt a vállalatot, ahol állandó konfliktusokat éltem meg, és megtaláltam egy olyan helyet, ahol jól érzem magam, akkor jön a felesleges sejtek lebontása, amit klinikailag úgy fognak nevezni, hogy akut diffúz glomerulonefritis, vagy nevezhetik vesemedence gyulladásnak, vagy bármi, a lényeg az, hogy a vese begyullad. Éjszakai izzadásom is lesz, lázam lesz, gyenge leszek, gennyes lesz a vizeletünk. És a megoldásban ciszták maradnak a vese piramisokban. Ide berajzolok egy-két pöttyöt, és ez azt jelenti, hogy ott lyukacskák, ciszták fognak maradni. Akkor a magányosságot oldottam meg. Viszont, hogyha folyadékkonfliktusom volt, akkor ezek a ciszták egészen a kéreg alatt fognak megjelenni. Tehát az, hogy cisztát látnak a vesémben, az még csak annyit jelent, hogy valamit megoldottam. De az, hogy hol van a ciszta, az azt is megmutatja, hogy mit oldottam meg. Nos, maradunk a magányosságnál, a létkonfliktusnál, és hogyha ez nincs feloldva, tehát függő gyógyulásban maradok, mert nincs érzelmileg lezárva, kialakul egy nagyon súlyos állapot, amit nefrózis szindrómának nevezünk. A policiklikus lefolyás az elvezet a vesekőhöz. Remélem, hogy a vesével kapcsolatban akkor sikerült újra felfrissítenünk a legeslegfontosabb információkat. Az önleértékelés, azt tudjuk, hogy önpusztítást jelent, és testünk önleértékelési térképéről van egy külön előadás, és egy külön fejezet ebben a könyvben, ami az útmutató az egészséghez című könyv, amiben megértés, megoldás és megelőzésről is szó van. Szóval nem fogok belemenni részletekbe, csak néhány dolgot emelnék ki belőle, mert ugye az a problémám, hogy én nem vagyok olyan ügyes, mint a másik ember, megérem a személyiségemben az önleértékelést, és bontani fogom a derekamat. Kérdés, hogy az izmokat, a porcokat, a csontokat, azt tudjuk, hogy az önleértékelés témája meghatározza, hogy a testemet hol bontom, az önleértékelésnek az erőssége meghatározza, hogy milyen kemény szöveteket bontok. Tehát a legsúlyosabb önleértékelés mindig a csontoknak a szétszedését fogja maga után vonni, a legenyhébb pedig lazább dolgokat, a legenyhébb önleértékelés a zsírszövetet fogja érinteni. Tehát amikor a személyiségemben élek meg valamit, mert leírtam magam valamiben, a mesterségemben, hogy nem vagyok olyan jó szakember, mint, vagy stb., vagy elhiszem valakinek, hogy ez így igaz, akkor a derekamat fogom szépen lebontani, visszaépíteni, és jönni fog, nyilvánvalóan jönni fog a deréktáji fájdalom. De lehet ebből, kérem, háttáji fájdalom, mert azt éltem meg, hogy az egész életművem tönkrement, vagyis az én életem egy rakás szerencsétlenség, ezt így szoktuk megfogalmazni. Megélhetem azt is, hogy minden, ami történik velem, egy hatalmas igazságtalanság, és akkor a nyaki tájékomat fogom lebontani, visszaépíteni. Mindig a megoldáskor jön a fájdalom, ezt ne felejtsük el, tünet nélkül, tünetmentesen bontunk, és fájdalommal építünk vissza, pontosan azért, Hogy maradjunk nyugton, veszteg, mert a biológiám ilyenkor többet fog visszaépíteni, mint amit lebontott. Mert ez az önleértékelési programnak a biológiai értelme. Elbontom azt, ami nem jó, hogy helyette még többet, még jobbat, még erősebbet tudjak visszaépíteni. Megélhetem, hogy én ezt az egész helyzetet már nem tudom kibírni, és akkor bontom a csípőizületemet. Erről is van külön előadás. Képtelen vagyok kiállni magamért, és tudok bütyköket csinálni a nagylábújomra, vagy sarkantyút tudok csinálni magamnak, vagy ugrócsontot tudom lebontani és visszaépíteni. Ez mind-mind megengedett mindenkinek. De megélem azt, hogy én ezen az egészen képtelen vagyok változtatni. Itt most totálisan írom le magamat minden szinten. Nem egy csontot érint a történet, hanem több csontot. Az egész gerincoszlopomat, a csípőizületemet, érheti a koponyámat, hogy intellektuálisan is leírom magam, és akkor a csontok érintettsége befolyásolja a vérképet, vagyis kialakul az anémia, ami a vörös vérsejtszám csökkenést jelenti, trombopénia, a trombocita szám csökkenést jelenti, a leukopénia, a fehérvérsejtszám csökkenést jelenti, a három együtt meg pánmieloftízis, benne van a könyvben. A megoldás követő fázisban először a fehérvérsejteket fogjuk felépíteni, és ezt fogják úgy hívni, hogy leukémia. Tehát gyenge vagyok, fáradt vagyok, kifacsart, mosogatórony, hőemelkedésem, lázamban fáj minden csontom, és a vérképben elszálltak a fehérvérsejteknek a száma. Aztán, hogy most ez mieloid vagy limfoid vonal, ez már laboratóriumi diagnózis. A lényeg az, hogy én éppen gyógyulok, de kineveznek betegnek, sőt vérráknak fogják nevezni a leukémiát. A vérrákban nem halunk bele, a kezelésekbe általában igen. Függőgyógyulásban, tehát amikor nincs valóban lezárva érzelmileg minden, akkor kialakul a mieloma multiplex, vagy a krónikus limfoid vagy mieloid leukémia, a poliglobulia, a trombocitózis, és a többi, és a többi, és a többi. Nem akarok ezekbe belemenni, csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy önleértékelés egyenlő önpusztítás. Vannak speciális dolgok, amit azért külön szedtem, és külön mutatom be, hogy tudunk magunknak érelmeszesedést csinálni a jobboldali vagy a baloldali alsó végtagunkba, vagy lehet mind a kettőbe is. Kérdés, hogy kivel kapcsolatos a konfliktusom, anya, gyerek, vagy önmagam, illetve partneroldal. Mert ugye a táblázat bemutatásánál a kezűség kérdése be volt írva, de én arra külön most nem tértem ki. A lényeg az, hogy ha én egy jó szakember vagyok egy munkahelyen, és én onnan el akarok menni, de kötve vagyok, és nem engednek el engem. Akkor az osztóereknek a intimáját, vagyis a belhártyáját fogom sorvasztani, tünetmentesen, aztán visszaépíteni, és minden nap bontok és építek, és bontok és építek, és egyre többet építek vissza, mert ugye ez a biológiai értelem, és el fog záródni az alsó végtagnak az ütőere. Tehát ez egy közepes erősségű önleértékelés, és megtenném én, de nem engednek, akadályoztatva vagyok benne. Erre az artériáknak a belhártyája fog reagálni. A megoldás követő fázisban ugye az érfalon kialakul az instabil plakk, hogy szakmailag is értsük, hogy instabil plakk létezik, és ezt érelmeszesedésnek fogják nevezni, de nem a tepertő, és nem a zsíros kenyér okozza ezeknek a plakoknak a kialakulását, hanem az adott területre vonatkozó önleértékelés. Nyilván, hogy az agyi erek szintjén is van ilyen. Nem tartoznak ide a koszorú erek, az aortaív és nyakítőerek, illetve a kopoltyűvek és kopoltyú hasadék származékai, bocsánat, de ebbe most nem megyek bele, akit ez érdekel, megnézheti a fájdalomról szóló webkonferencia anyagot, és ott részletezem. A gyűjtő ereknél, vagy vénáknál szintén intimonekrózis indul el, és ebből lesz a viszér vagy varix. Itt láthatunk gyönyörű felszíni vénákat, mert ugye vannak felszíni, bőr alatti vénák, és vannak mély vénák. A kettő között kapcsolat van. Összekötő, kommunikáns ágak vannak, és az egész vénarendszerben billentyűk vannak. Na most, én ezt elkezdem bontani, akkor ez a billentyűrendszer kárt fog szenvedni, és a vénáknak a vér mennyisége, kérem, egész le a bokánig a nyomásfokozódást fogja kiváltani, és végül ki tudom alakítani magamnak a lábszárfekét a függő konfliktus aktivitásban. Vagy perforál, vagyis kiukad a vénafal és vérzés lép fel, vagy éppenséggel ki tudok alakítani egy lábszárfekét is. Az epileptoid krízisben jelenik meg, kérem szépen, a mélyvénás vagy a felületi vénás trombózis. Tehát mindig van a vénafalnak a gyulladása, és az epileptoid krízisben a trombózisnek a beállása. Van egy speciális eset, amikor érgörcsök lépnek fel, de csak az alsó végtagban. És ez nem a káliumszint csökkenése, amiről beszéltem a mellékvesek éreg programnál. Itt kifejezetten hirtelen jelentkező görcsök fognak fellépni egyik vagy másik alsó végtagban. Miért? Mert dupla béklyó konfliktust éltem meg, vagyis képtelen vagyok ebből a helyzetből kilépni, de és kénytelen vagyok benne maradni, mert képtelen vagyok tovább lépni. Szóval a béklyó meg megmarad, más megfogalmazásban. Nem tudok ebből kilépni sem, de benne maradni sem akarok. Érthető? Tehát két ellentétes irányú dolog, és mind a kettő a béklyóról szól. Nos, konfliktus aktív fázisban fokozódó görcs fog fellépni az osztóereg izmos falában, és ez nem érszükület, nem kérem, ez izom, az ereg falában levő izmoknak a görcse fog fellépni, és ezért egyre kevesebb út megtételére lesz képes valaki, aztán megáll, nézi a kirakatot, kienged a görcs, és tud tovább menni. Tehát ez izom-görcs. A megoldásban kimelegszik a végtag, nő a megtett út hossza. Az epileptoid krízisben nyilván, hogy fokozott izomgörcs és érgörcs fog fellépni. Hamer doktor rámutatott, és az alsó végtag biológiai programjait összefoglaló előadásban egy esettörténetet idézek Hamer doktor könyvéből, leírja, hogy a kálcisztin segítségével átmenetileg el lehet élni az értágulatot, vagyis el lehet érni azt, hogy több órán keresztül ez az érgörcs megszűnjön. Ez is bizonyítja, hogy itt nem érszükületről van szó, amit érsebésznek meg kell operálnia, hanem olyan érgörcsről van szó, ami megszűnik akkor, a dupla béklyó konfliktust megszüntetem. Ugye milyen szép, hogy mennyi mindent tudunk önleértékeléssel csinálni. Na de menjünk egy emelettel feljebb, és nézzük meg, hogy agykérgyi programokként mit indítunk. Van a frontális félelem. Tehát minden, ami a jövőből érkezik, az a frontális lebenyre hat. Ami hátulról, a múltból érkezik, az a látókéregre hat. Most a frontális félelem az, ha tehetetlenséggel párosul, vagyis azt élem meg, hogy sürgősen tenni kéne valamit, de nincsen, aki segítene, mert meg van kötve kezem lábam. Képtelen vagyok valamit megtenni, mert nincsen segítségem, és tehetetlenségként élem meg azt, hogy valami határidőhöz kötötten meg kellene oldani, de nincsen segítségem. Nos, ebben az esetben az régi, már használaton kívüli pajzsmirigy kivezető csatornában elindul egy sorvadás, és a megoldásban ki fog alakulni a hideg gömb. Ezt hívjuk golyvának. Ha Azt élem meg, hogy sürgősen szeretnék megszabadulni ettől a szartól, bocsánat, de ezt így szoktuk megfogalmazni, akkor végbélsipót is képes vagyok létrehozni a végbélnyílás bal oldalán. Ha a frontális félelemhez nem tehetetlenséget élek meg, hanem egy olyan helyzetet, hogy valami kivéthetetlenül közeledik hozzám, és nem tudok kilépni előle, akkor viszont nem hideggöböt, hanem non-Hodgkin linfómát fogunk kialakítani. A jövőtől való félelem, amit itt benyilasztam, egy külön előadás témája, akit ez bővebben érdekel, legyen szíves, keresse meg és nézze meg. Ugye megélhetem én ezt a bolyongás, vagy útkeresést, vagy tévúton járó programot úgy is, hogy képtelen vagyok ebből az egész helyzetből elmenekülni. És beleélem magam abba, hogy ennél már a halál is jobb. Olyan súlyos konfliktusként élem meg, hogy amikor azt élem meg, hogy ebbe bele kell dögleni, ezt így szoktuk azért megfogalmazni, akkor a biológiám azt a trükköt veti be, hogy halottnak tettetjük magunkat. Ez egy nagyon jó túlélő program a biológiában, például amikor ránézek a gyíkra, mozdulatlan lesz. Ha a mezei pocok meglátja, hogy fent kering a héja, mozdulatlan marad, mert ahogy megmozdul, rögtön észreveszi és lecsap rá. Nem lesz ideje elfutni a menedéket nyújtó üregig. Filmet láttam ezzel kapcsolatosan, hogy amiután halottnak tetteti magát egy vadon élő állat, a megoldást követő fázisban miként tér magához. Jönnek az subnak nevezett izomgörcsök, rángatózások, végül föláll és elszalad. Erről filmet fogok bemutatni a tanfolyamon. Szóval a sub, amire az orvos azt mondja, hogy hú, most már még rosszabb a helyzet, mint volt, ezt kérem szépen pont azt jelenti, hogy gyógyulási fázisban vagyok, csak akaratlan rángások, mozgások tarkítják az életemet. Ha én elhiszem, hogy kerekes székbe fogom végezni, akkor ezt a programot meg is csinálom. A sclerosis multiplexről megint csak van egy külön előadás, jó lenne megnézni, és jó lenne az SM programot átírni a sclerosis multiplexről arra, hogy szeresd magad program, mert ha ezt nem írjuk át, akkor a diagnózis sok, amit az orvos közöl velem, és az egyre kevesebb remény, amit még meghagynak nekünk tudatlanságból, egy csomó következménykonfliktust indít el, és ez lesz az, ami súlyosbítja a sclerosis multiplexben szenvedő embereknek a gyógyulását. A továbbiakban még azt is megélhetem, hogy kérem szépen, hát nem találom az utamat, és úgy élem meg, hogy bolondot csináltak belőlem. Tehát valamibe belefogtam, akár egy vállalkozásban, valakitől átvettem valamit. És rájövök, hogy te jó Isten, nem ez kellett volna, és még át is vertek, ráadásul. Szóval az átverésnek az erőssége meghatározza, hogy milyen súlyos lesz a biológiai következmény. Mert lehet, hogy csak ilyen szépen aszimmetrikus arcot fogok csinálni, egy faciálparézissel, mert bolondot csináltak belőlem. De hogyha én ezt nagyon mélyen és súlyosan élem meg, akkor nem csak az arcom, hanem a testemnek a fél oldala képes lebénulni, és a konfliktus aktív fázisban a spasztikus izombénulás miatt. Tehát itt már működésváltozásról van szó, és nem arról, hogy építek vagy bontok sejteket. Ez működésváltozás, ami az mozgást kiadó mozgatóközpontból indul ki. Blokkoljuk a mozdulatot. A megoldás követő fázisban Hameri góc körül ugye kialakul egy ödéma, nem csak az izmokban, hanem fent is. A spasztikus bénulás átmegy, kérem szépen, pegyhűt bénulásba. Tehát még mindig nem működik, sőt, még fáj a fejem is, még rosszabbul érzem magam, mint előtte. És ez lesz az, ami fent fogja tartani következménykonfliktusként az állapotot. Holott, ha tudnám, hogy ez a gyógyulásnak a tünete, akkor eljutnék az epileptikus krízishez, mondom epileptikus, mert izomról van szó, és lenne egy szép erős izomgörcsöm, és utána elkezdődne a hegesedési fázisban a teljes visszaépülés. Nos, ha hamar megoldódik a konfliktus, ugye akkor ezt a medicina úgy hívja, hogy átmeneti agyi keringési zavar, vagy TIA. Ha elakad a gyógyulás, ugye, és pegyhűt állapotban maradok, akkor ezt ki fogják nevezni agyvérzésnek. Ha valódi agydaganat, vagyis glioblasztóma okozta a történetet, a térfogat csökkenést az agyban, akkor bénulásos tünetek fognak kialakulni. De a glioblasztómához nem az kell, hogy bolondot csináltak belőlem. A glioblasztóma kialakulásához egy olyan fel nem oldott konfliktus, állandó jellegű, visszatérő, hol erősebb, hol gyengébb jelenléte szükséges, ami szétveri az agyi relét. Ezek olyan konfliktusok, amit nem tud az idegrendszer átpasszolni a hormonális rendszernek. Nincs ilyen kapcsolat ezen a szinten kialakítva. De hogy mi mindenen tudunk mi agyalni, az elképesztő. Mondhatnám, hogy ezt a rögöt az agyamba egy berökösödött gondolat hozza létre, amitől nem tudok megszabadulni. És ez lesz a valódi agydaganat kialakulásának az oka. A történetnek itt még nincs vége, mert van, kérem tovább, hát azért vagyunk olyan intelligensek, még további lehetőségeket is képesek vagyunk megélni, ezt most már csak felsorolom, és nyilván, hogy a lista nem teljes. Megélhetem én a Parkinson-kort abban, hogy rossz úton járok, mert amióta elhagytak engem, szegény, szüntelenül szenvedő szegény én nem tudom elengedni se a múltat, nem tudom megtartani, sem elengedni, és mivel hogy ezt nem így képzeltem el, ebből következik, hogy ez az út nem az én utam. Tehát tudok én a Parkinson-kor mellé tenni még mondjuk egy mellékvesekéreg programot is, hát miért nem? És akkor ennek majd kitalálnak egy újabb elnevezést. Megélhetem én azt a kapcsolatot szexuális téren? Igen, kérem szépen, mert van az a helyzet, és ugye a hölgyek ezzel tisztában vannak, hogy bevállalok egy harmadik gyereket, hogy stabilizáljam a billegő párkapcsolatomat. Csak hogy ezzel kiderült, hogy nem úgy stabilizáltam, hanem még nagyobb pokolba kerültem, mint voltam. Tehát amíg én nagyon szeretnék, vagy nem szeretnék éppenséggel még egy gyereket ebben a pokolban, amiben élek, akkor, hogy kikerüljek ebből az áldatlan helyzetből, akkor a megfelelő mellékvesekéreg program mellé még egy miomát is tudok építeni, a sima izom szaporulatot a mély izomszakba. Aztán a fehér folyás, meg a hüvelygomba, kérem szépen, ez nem egy ragályos dolog, nem a férjem hozta haza valakitől és megfertőzött engem, hanem az a problémám, hogy tetszenek látni, idézőjelbe tettem, kiszolgálom a partnerem szexuális igényeit. Mert arra tanítottak, hogy az asszonynak ez kötelessége. Mert mást nem tehetek. De érzem, hogy nem ez lenne a megoldás. Tehát itt, kérem szépen, ez a mély érzés rengeteg problémát okoz a hölgyeknek, és ameddig az életünk csupán a túlélésről és a fajfenntartásról szól, addig ezek a történetek, ezek a biológiai válaszok, ezek gyakran elő fognak fordulni. Aztán rágódhatok én egy csomó mindenen, és akkor utalnék a Bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye című előadása, amit már 47 vagy 48 ezeren is megnéztek. Tehát tudok én rágódni és gyomorsavat pluszba termelni, tudok bosszankodni és epés problémákat csinálni. És jön egy nagyon lényeges dolog, hogy amire figyelsz, ott a valóságod. A tanfolyamon ezt sokszor ismétlem, ezt a mondatot, de mindenki számára publikus, nem csak a tanfolyami hallgatók számára. Kérdés, hogy mennyit értek én meg ebből a mondatból? Mennyire veszem komolyan azt, hogy amire figyelek, ott a valóságon. A kérdés az, hogy mire figyelek. Mire figyelek? A félelmeimre? Arra, ami nincs, de lehetne? Vagy örülni tudok annak, ami van? Kérdés az, hogy mi vezeti az életemet? A félelem? Az állandóan felfroclizott szükségletek? Vagy elégedett tudok lenni önmagammal és azzal, ami körbevesz? A valóságomat megmutatja az, hogy milyen programokat futtatok. Mert a félelemre mindig hajszálpontos választ fog adni a biológiám. Mint mondtam, nem unalmunkban betegszünk meg. És egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, amire most nem fogok válaszolni, hogy de akkor mi is az a figyelem? Vajon miért hat a figyelem ilyen mértékben a biológiánkra? Ugye milyen izgalmas dolgok. Na, ezekről is szó lesz egyszer. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Mert ha valamit megértettem, hogy hogyan alakul ki, akkor fogom tudni valóban megoldani. És ha egyszer megoldottam, akkor képes vagyok megelőzni is. Ha hajlandó vagyok, ezzel foglalkozni. Ha hajlandó vagyok, ezt a tudást szinten tartani. Tehát nem azoktól a dolgoktól függnek a betegségek, amiről a medicina szól. Értsük meg, viszont ha halmozom a konfliktusokat, akkor megváltozik a viselkedésem, a személyiségem. Hangulati változásokat fogok megélni. Depressziót, mániát, és a többit, agresszivitást, szexuális viselkedési zavar. Amiről szól a második könyvben. Mi a megoldás? Az okoknak a megoldása. Vagyis feltárjuk az konfliktusokat, és érzelmileg fogjuk lezárni. Mert ha nem zárom le érzelmileg, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. És ha valakinek van még kételje afelől, hogy a germán gyógytudomány tudomány, annak ajánlom, hogy nézem be a Google-ba, írja be, hogy tudomány, és nézze meg, hogy mit ír róla a Wikipédia. Az a tudomány, ami reprodukálható, vagyis megismételhető. Vagyis nem csak Magyarországon érvényes, hanem Skandináv-félszigeten is, meg Indiában is ugyanúgy történik. Az önleértékelés mindenütt önpusztítást végez, még az állatvilágban is. Hamer doktor törvényei biológiai törvények, úgyhogy érvényesek az állatvilágra is. Én szeretném felhívni a figyelmet, hogy senki, de senki nem tudta még tudományosan megcáfolni mindazt, amit itt elmondtam. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy én Hamer doktort képviselem az előadásaimmal, és az ő tudományos táblázatából kiindulva, és a medicinát ismerve. Keresem a megoldást, a kapcsot az akadémikus orvoslás és a germán gyógytudomány között, mert ezek nem ellenségek. Nagyon sok jó dolgot tud a mai medicina, amire szükségünk van. Vannak helyzetek, amikor be kell vetni az akadémikus tudást azért, hogy megmentsük a beteg életét, mert túl sokat ült a konfliktusba. De a megelőzés pont arról szól, hogy lezárom békével a napjaimat, és nincs szükségem az egészségügyi ellátórendszerre. Mi lenne, ha elkezdenénk legalább a mai naptól ezt a fajta életvitelt? Hogy megkeresem az örömöt az életembe, és amire figyelek, ott a valóságon.